Koronavírus. Egyre többen viselnek maszkot közterületen, tömegközlekedési eszközön, templomban. Munkavégzés, közmű és útfejlesztések miatt a város két forgalmas pontján is változások léptek életbe. Halottak napja. Minimálisan, de drágultak a virágok és a koszorúk tavaly óta. Köszöntöm Önöket, ez a Debrecen Televízió híradója, napszemle. Október 25-e hétfő van, már is mondjuk a legfrissebb helyi híreket. A koronavírus járvány negyedik hullámának erősödésével egyre többen hordanak maszkot tömegközlekedési eszközökön, közterületeken. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye a napokban fokozott elővigyázatosságra szólította fel a híveket a templomi alkalmakon. A maszk használattal kapcsolatban a polgármester a közgyűlésen azt mondta, a város saját döntésével nem teheti kötelezővé. Erre ugyanis csak a kormánynak van jogi lehetősége. Nem kötelező ugyan, de egyre többen maszkban utaznak a tömegközlekedési eszközökön. Vannak, akik már a megállóban viselik, mások csak közvetlenül felszállás előtt veszik fel. Pércsi Sándorné az utóbbi csoportba tartozik. Félek a vírustól, ismételtem, mert ugye én átestem már rajta. Viszont én úgy érzem, hogy most már tömegközlekedésen fontos, nagyon olyan munkahelyen van szintén, hogy muszáj hordani. Tehát a betegségtől fél az ember. A főtéren járva azt tapasztaltuk, néhányan nem csak zárt térben elővigyázatosak. Én megkaptam már az oltást, mind a hármat, de csak felveszem, mert vigyázok másnak az egészségére. Meg a sajátoméra is. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyénél hétvégén Palánki Ferenc megyéspüspök közleményben szólította fel a híveket a maszkviselésre. Az elmúlt hetek tapasztalatai alapján önkéntesen is egyre többen voltak elővigyázatosak a templomokban, és tegnap óta a szolgálattevők is felveszik a maszkot az áldoztatásnál. Újra növekszik a fertőzöttek száma, és újra fontossá válik az, hogy el is saját magunkat, másik embert is védjük, akár így a maszk használattal, akár így a megfelelő készfertőtlenítéssel, figyelve arra, hogy ennek a vírus helyzetnek a terjedését valamilyen szinten igyekezzünk így meggátolni itt a templomainkon belül. A kötelező maszkviselés kérdése a legutóbbi közgyűlésen is felmerült. Akkor Pap László polgármester azt hangsúlyozta, hogy ennek az elrendeléséről csak a kormány dönthet, az önkormányzatnak nincs rá jogi lehetősége. Ezzel együtt mindenki dönthet a viselése mellett. Figyeljük mi is a járványhelyzet alakulását. Egyelőre úgy látom, hogy Magyarország tartja a frontot, de természetesen, mint ahogy eddig is, a kormány, és ezt követően is, mindig az aktuális helyzethez igazodóan fogja meghozni a megfelelő döntéseket, mi pedig természetesen azt végre fogjuk hajtani. A polgármester hozzátette, a maszkviselés nem váltja ki a vakcinát, a legfontosabb védelmi intézkedés továbbra is az oltás felvétele. Az elmúlt három napban 360 új fertőzöttet regisztráltak Hajdú-Bihar megyében, kétszer annyit, mint egy héttel korábban. A negyedik hullám erősödésével az oltakozási kedv is nőtt a térségben. A legfrissebb adatok szerint az elmúlt 72 órában 75 beteg hunyt el, és az országban 6688 új esetet regisztráltak. Egy hete ez a szám nem érte el a 3300-at. A szakemberek továbbra is az oltás fontosságára hívják fel a figyelmet. A Szent Anna utcai oltóközpontban naponta több mint 700-an érkeznek megerősítő vakcináért. Ezt az oltástípust azok kaphatják meg, akik 4 hónapnál régebben vették fel a második adag vakcinát. A negyedik hullám erősödésével az oltópontokra érkező új regisztráltak száma is nő. Elindult az elsőkörösök oltásában is egy emelkedés. Hogyha statisztikai nem nézem, akkor 50%-ról beszélünk, de még mindig a 200 alatt vagyunk a friss elsőkörös oltásokkal, és napi szinten több mint 900 lehetőségük van. A városban zajló közmű és útfejlesztések miatt mától újabb forgalmi rendváltozások léptek érvénybe. Délelőtt megkezdődött a munka a Kishegyesi úton, a Császár Péter utca és a vasúti átjáró közötti szakaszon, ahol a Nagy Sándor telep csapadékvízelvezetési rendszerét építik. A Betlen utcán is dolgoznak, most a Mester és a Hunyadi utca csomópontig tart a sávlezárás. Bontják az útburkolatot a Kishegyesi úton. A ma kezdődött munka a Császár Péter utca és a vasúti átjáró közötti forgalmas szakaszt érinti. A Nagy Sándor telep csapadékvízelvezetésének képítése van folyamatban. Az első ütem itt a Kishegyesi úttól a Lóskóti útig már megépült. Most a kivitelezőnek a Császár Péter és Teged utca közötti szakaszon kell megépíteni az árcsapadékvízelet.
Emiatt mától november 12-ig félpályás útlezárás mellett haladhatnak itt a járművek. A munkavégzés két ütemben zajlik. Először október 27-ig a Pósa utca irányából a Derék utca felé haladó sávok lesznek lezárva, 28-ától pedig a Derék utca irányából a Pósa utca felé vezető sávokat nem használhatják majd az autósok. Ez pedig már a Bethlen utca. Itt az útszakasz kapacitását növelő munkák folytatódnak. Ennek részeként a Bethlen utca Mester Hunyadi utca csomópontig a páros oldalon dolgoznak majd a munkások. Szélesítik az útpályát és elvégzik a közművek rekonstrukcióját is. A munkálatok itt az időjárástól függően várhatóan december közepére fejeződnek be. A kivitelező addig is mindenkitől azt kéri, hogy a kihelyezett tábláknak, jelzéseknek, illetve az idéglenes forgalmi rendnek megfelelően közlekedjen. A munkavégzés ideje alatt a Bethlen utca, Talikálmán utca kereszteződésben lévő gyalogátkelőhely idéglenesen megszűnik. December közepéig a Honvéd Hunyadi utcai zebrát használhatják majd a gyalogosok. Soha nem látott szintre 500 forint fölé drágul szerdától a benzin. A gázolaj ára most nem változik, számolt be a holtankoljak.hu. A 95-ös 5 forinttal kerül majd többe a hét közepétől, a dízel ára változatlan marad. Az emelést követően a benzin literenkénti átlagára 501 forint lesz, a gázolajé pedig továbbra is 512 forint marad. A benzin még soha nem volt ilyen drága Magyarországon. Október 1-e óta a motorbenzinért 47, a gázolajért pedig 42 forinttal kell többet fizetni. Az árváltozást a forint dollárhoz viszonyított gyengülésével indokolják. Tankolás előtt most is érdemes tájékozódni, mert a debreceni kutak árai között akár 50 forintos különbség is lehet. 5-10%-kal nőhet a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás díja tavalyihoz képest, azok számára, akiknek januárban van évfordulójuk. Ez 1 millió járművet érint Magyarországon, amelyek közül minden második személyautó. A díjemelést azzal indokolják a szakemberek, hogy már ugyanolyan sűrűn használjuk a kocsikat, mint a Covid-járvány előtt, és a javítási költségek is jelentősen megnőttek. Novemberben elkezdődik a forgalomban lévő autók ötödét érintő kötelező gépjármű felelősségbiztosítási kampány. Ez azokra az autótulajdonosokra vonatkozik, akik 2010 előtt vásárolták gépjárművüket, nekik még egységesen január az évforduló. November 2-a után hirdetnek tarifát a biztosítótársaságok, ilyenkor lehet váltani. Én minden évben szoktam kapni értesítést arról, hogy ha lejár a biztosításom, és én előtte minimum egy hónappal meg szoktam nézni egy online oldalon, hogy van-e olyan biztosító, ahol esetleg kedvező árat kapok, és hogyha érdemes váltani, akkor váltok. A kötelező gépjármű felelősség biztosítás díja a januári évfordulósoknál lényegesen alacsonyabb, mint az évközi kötéseknél. A Netflix.hu online biztosítás közvetítő portál tájékoztatása szerint ez azért lehetséges, mert ezeknél jellemzően a 2010 előtt vásárolt gépjárművek üzemben tartói válthatnak szerződést, háromnegyedük a legkedvezőbb B10-es bónuszfokozattal rendelkezik, az üzemeltetőik átlag életkora is magasabb, amihez szintén alacsonyabb kapcsolódnak. Ugyanakkor a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének tájékoztatása szerint áremelésre kell számítaniuk az autósoknak. A január 1-én évfordulós gépjármű tulajdonosok mintegy 5-10%-os díjemelkedésre számíthatnak. Ez összességében azt jelenti, hogy személygépjárművek esetében 28-29 ezer forint körül alakul majd az átlagos kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díj. Ezt azzal magyarázza a szövetség, hogy ugyanannyit autózunk, mint a Covid-járvány előtt, így több a baleset, ráadásul a javítási költségek is jelentősen nőttek. A gépjármű tulajdonosoknak november 11-ig kell megkapniuk biztosítóik ajánlatát. A szerződés felmondására legkésőbb december 1-ig van lehetőségük, az új biztosítás kiválasztásának határideje pedig december 31-e. Halottak napja, valamint Minden Szentek közeletével meghosszabbított nyitvatartással és ügyfélfogadási idővel várják a köztemetőbe érkezőket. Hétvégén változik a ki- és behajtás rendje, sűrítik a tömegközlekedési eszközök járatait is. A tavalyi évhez képest a virágok és a koszorúk egyaránt drágultak. Borzas, pók és labda krizantém, most ez a kínálat. Ezeket a virágokat keresik a legtöbben az ünnep közelettével. Ezek áraszállanként 300 és 600 forint között alakul, koszorúkat pedig fajtától és mérettől függően 1100 és 3500 forint közötti áron lehet vásárolni. Az árusok szerint nem volt jelentős áremelkedés a tavalyi évhez képest.
Nálunk a kosaruknál, ugye itt általában 100 forint a különbség a tavalyihoz viszonyítva, a vágott virágoknál ott szintén körülbelül 100 forint a szebbek, drágábbak, vannak ugye csokrosak, kis cserepesek, változó, de olyan 100 forint a különbség a tavalyi évhez képest. A köztemetőben ma is többen sétáltak virággal a kezükben a sírok között. A becslések szerint október 23-a és november 2-a között mintegy 200 ezeren keresik fel a sírkertet, hogy gyertyát gyújtsanak szeretteik emlékére. Közülük minden második ember november 1-én minden szentek napján megy a temetőbe. Ilyenkor megnövekszik a járműforgalom, ezért hétvégén nem csak az 1-es kaput használhatják az autósok, hanem a 3-as kapun is ki lehet hajtani. A héten az ügyfélfogadás is meghosszabbított nyitvatartással, reggel 8-tól este 6 óráig üzemel. Ez idő alatt a temető látogatók fordulhatnak hozzájuk, akár sírhely megkeresésével kapcsolatban, ilyenkor amellett, hogy kikeresik a sírhelyét, még egy kis térképet is biztosítanak a kollégáink, ahol bejelölik azt a parcellát, ahol az elhunyt sírja található. Emellett sírhely újraváltással és gondozással kapcsolatos ügyeket is el lehet intézni. Temetéssel kapcsolatos ügyintézésre azonban ebben az időszakban hétköznaponként csak délután 3:30-ig van lehetőség. A megnövekedett utazási igényekhez és a köztemető meghosszabbított nyitvatartásához igazodva október 30 és november 2 között módosítja több trolli és autóbusz menetrendjét is a DKV. A járatok hétköznapi menetrend szerint közlekednek majd. Felavatták Józsa első kültéri mellszobrát, amely Lévai Bélának állít emléket. A nyelvész, helytörténész Józsa történetét kutatta, és az itteni diákok ma is tanulnak az általa írt könyvből. Az ünnepségen elhangzott Lévai Béla hozzájárult Józsa arculatának megszületéséhez, a mellszobor pedig felhívja a figyelmet a helyi identitás fontosságára. A Kodály Filharmónia részfúvósainak előadásával kezdődött a szoboravatás Józsán. Az ünneplők Lévai Bélára emlékeztek. A nyelvész helytörténész szobra Józsa központjába került. Balázs Ákos alpolgármester szerint a helytörténeti munkássága példaképként szolgálhat az itt élők számára. A műve írásai által pedig mindenképpen bent van az iskolákban is, és azok az üzenetek, amiket ő megfogalmazott, hogy a hagyományok, az elődeink tisztelete fontosak, és ahol élünk, annak a településnek, településrésznek a helyismeretei is nagyon fontosak. Ez a mindennapokban nagyon fontos üzenet. Lévai Béla nagyon érdekes, sokrétű alakja volt a Debreceni Egyetemnek. Ezt már pályatársa, Goretics József, a Szlavisztikai Intézet igazgatója mondta. Úgy fogalmazott, amellett, hogy törékeny alkatú, szerény megjelenésű ember volt, óriási tudással rendelkezett. A nyelvészeti kutatásaiban mindig jelen volt az összehasonlító nyelvtudomány módszere. A szláv nyelveken kívül kiválóan beszélt angolul, és hát amit külön kuriózum, bírta a szuahéli nyelvet is. Az ünnepség végén az önkormányzat, a Debrecen Józsai intézmények és szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat Lévai Béla mellszobránál. Hazai jégen szenvedett vereséget vasárnap este a Deac Jégkorong csapata. Az együttes az Újonc Győrtől kapott ki 5-2-re. A motiváltan játszó vendégcsapat az első harmadban Kmetz góljával szerezte meg a vezetést. A második 20 percben Szlama növelte a győriek előnyét, kisvártatva azonban a Deac támadója Spirkó szépített. A záró harmad első perceiben az egyenlítésért támadhattak a hazaiak, de a vendégek két szerencsés találattal ismét elléptek. 7 perccel a vége előtt a győri Smál Kristóf is betalált. Az utolsó gólt a hazai Novotny szerezte. A Győr 5-2-re győzött, a debreceniek pedig maradtak a tabella 8. helyén. Eddig tartott ma a napszemle, riportjainkat keresik a dehír.hu hírportálon, illetve a Médiacentrum Debrecen és a Dehír mobiltelefonos alkalmazásán. Híradóval legközelebb holnap este jelentkezünk. Viszontlátásra!